van egy összehasonlítás, hogy ki az, akinek a két szakról jött be jobban, tavalyi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ki az, akinek a zöld táska jött be jobban? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Én azt mondom, hogy jövőre egy új szint kell. És egy egyenlő arányban. Jó, akkor jön a következő nagyszerű előadás, melyben egy Lupár 8-as igazi showkész fogunk látni, hogyan készül. Sziasztok! A tegnap elhangzott, hogy a Lupár hétvégére az egy hazai rendezvény. Szerintem én vagyok itt a példa arra, hogy ez is egy nemzetközi rendezvény lett, mert én Erdélyi Kolozsvárra érkeztem. Annyit kell tudni róla, hogy vezetőfejlesztőként dolgozott egy kolozsvári Kitek Plusz nevű cégnél. 2009 óta foglalkozom webprogramozással, kipróbáltam elég sok frameworkot és CMS-t. Az utolsó 3,5 évben Dubállal foglalkozom. 34-en fejlesztünk Dubában Kiteknél, elég nagy a csapat, és most, hogy már több mint két éve várjuk, hogy a 8-as Lupát jelenjen meg, megpróbáltuk valahogy felkészülni el az eseményre, mert a 34 fejlesztőből kb. A fele nem dolgozott sohasem úgy bekommunikáltan, és hát egy kicsit meg vagyunk kérdésre, meg a lábakkal nézünk a jövő elébe. Mi azt találtuk ki, hogy ilyen workshopokat megjelente délutánként, egy 1-2 órás workshopokat tartunk, és akkor ott előveszünk egy feladatot, és megnézzük, hogyan lehetne azt elkészíteni Dubában, 8-as Dubában. Na most, miért fogok én beszélni Bob nagybácsiról? Bob nagybácsi, a rendes nevén Bob Cecil Martin, ő az agilis programozásnak az egyik úttörője, és ő alkotta meg a szolid programozási elveket, amikor 2004 környékén. És ezt fogunk próbálni bemutatni egy éli körben keresztül. Annyit kell tudni a szolidról, és itt majd következik, hogy 5 dia, de ezen gyorsan át fogok menni, mert ez lesz az elmény. Nem akarok mutatni, hogy előtt áll vele. Ez betűszavaknak a betűszavai, és itt jönnek a csúnya angol kifejezések, amiket igazából nem sikerült befordítani. A Single Responsibility Principle, az Open Close Principle, a Least Cost Substitution Principle, Interface Segregation Principle és a Dependency Inversion Principle. Elég csúnyán hangzanak, de majd meglátjátok, hogy nagyon egyszerű dolgok. És akkor vegyük a Single Responsibility Principle-t. Hát ez azt jelenti, hogy ha mi objektumorientáltan programozunk, egyetlen egy osztály, egyetlen oka kell, hogy legyen, hogy megváltozzon. Ezt mindenki tudja, amikor agilisen programozunk a specifikációk, hát nincsen olyan sok specifikáció, és akkor mindig úgy kell dolgozni, és mindig úgy kell kitalálni a web alkalmazásunkat, hogy nyitott legyen a módosítása. És hogyha ez az egyik alapelve a Solidnak, hogy ha egy osztály vagy egy metódus mindig csak egyetlen egy dolgot fog csinálni, akkor sokkal könnyebben lehet majd utána dolgozni. Az Open Close Principle, ez a nyitott zárt elv, és azt mondja, hogy az osztályok legyenek nyitottak a kiterjesztésre, de zártak a módosításra. Most én ebben nem fogok belemenni, hogy mit jelent pontosan, mert a példán keresztül nagyon szépen fogom illusztrálni. És akkor itt most jön egy Least Cost Substitution Principle, aminek van egy nagyon csúnyán hangzó meghatározása, és az az, hogy ha az
S altípusa T-nek, akkor minden olyan helyen, ahol T-t 6 felhasználjuk, S-t is minden gond nélkül behelyettesíthetjük, anélkül, hogy a programiz tulajdonsága megváltoztatnának. Tehát megpróbáltam még jobban elmagyarázni, egy kicsit leegyszerűsíteni a meghatározást, és azt mondja, hogy ha van egy S osztályunk, és vannak egy T-osztály leszármazottja, akkor S szabadon behelyettesíthető minden olyan helyre, ahol T-típust váltunk. És itt gyorsan elmondom, mert nem lesz példa rá a feladat elkészítésében, hogy tegyük fel, hogy van egy T-galap a osztályunk, és akarunk írni egy négyzetosztályt. Na most a négyzet az egy téglalap is, de ez a Bognár bácsi nekünk azt mondja, hogy nem igazán kellene vagyis úgy kellene megírni az osztályunkat, hogy akárhol, ahol téglalappal használunk, oda tudjuk betenni a négyzetet is. És hogy a négyzetnek tudjuk, hogy mind a két oldala egyenlő. Na most, hogyha mi úgy írjuk meg a kódunkat, hogy van valahol egy kódrészlet, ahol téglalap szett A, téglalap szett B, és utána számoljuk ki a területet. Na most a négyzetet nem tudjuk oda betenni, hogyha nincsen megírva jól a kód. Akkor van az Interface Segregation Principle. Ez azt jelenti, hogy az alkalmazásnak a darabkái minél lazábban kötődjenek egymáshoz, és általában, aki programozik, és mondjuk kell írjon egy férfi osztályt és egy nő osztályt, és két metódust kell megírnom benne, az a beszél és a járás, akkor általában szoktak írni egy interfészt, ami a person, a személyt jelent, és azt tudja mind a kettő. A gond az, hogy ha mi elgondoljuk, lehet, hogy a következő alkalommal kell egy kutyaosztályt készítsünk, és azt nem tud beszélni. És akkor azt mondja ez a Bob nagybácsi, hogy úgy kellene elkészíteni ezeket az interfészeket, hogy legyen egy beszélinterfész, és legyen külön egy járinterfész, mert mint tudjuk, a PHP-ban mind a kettőt lehet implementálni. Tehát a man osztály implementálhatja a járinterfészt és a beszélinterfészt, míg a kutya osztály az csak a járinterfész fogja implementálni, és akkor sokkal könnyebben tudunk dolgozni a későbbi évben. És akkor van a dependency inversion principle, és ez az utolsó, és akkor aztán rátérünk a sokkal érdekesebb témára. Hát ez egyszerűen a dependency injection, amit már nagyon régóta hallunk a Drupal 8-ban, és majd lesz erre is példa. Hát összeültünk az egyik reggel, és gondolkoztam, hogy hogyan lehetne valahogy ezt a Solidot bevezetni a munkatársaink körében, akik nem igazán tudnak objektumorientált programozást, tehát tudják az alapokat, hogy mi egy interface, mi egy abstract osztály, de nagyon nehezre esik, hogy kigondolják az osztály hierarchiát. És akkor a következő feladatot, ez valamikor májusban volt, és akkor még nagy sláger volt a problémája az NSA-nak és az FBI-nak, hogy most mindent feltörnünk és olvasnak a dolgokat. És akkor az a feladat, hogy az amerikai NSA egy titkosított üzeneteket küld egy RSS feeden keresztül az FBI-nak, és a mi feladatunk az, mint FBI programozó, hogy ellenőrizzük az üzenetet, és miután megfejtettük, tároljuk az adatbázisba. És mindezt egy Drupal 8-as modulban. Hát az NSA-é a célzátféle rejtjelezést használja. Ezt azért gondoltam, hogy elég könnyen meg lehet írni egy-két óra alatt, akkor nem kell ezzel bajlódni. Aki nem tudná a célzátféle rejtjelezést, azt annak elmondom, hogy annyi az egész, hogy megvan az ABC-n, az ABC-nek a betűit eltoljuk, és akkor a függőlegesen mindegyik meghatározza egy másik betűt. Tehát mondjuk a D-nek az A lesz megfelelője. És hát van egy
lépésünk, amit mi leszögeztük, hogy hármas lesz, hogy háromnak toljuk el a testüket. És akkor kérdezték a kollégáim, hogy oké, de hogyan tároljuk Drupalba ezeket az üzeneteket? Hát mondtam, hogy nem fog nagyon gondolkozni, hogy most nódokba tegyük, hát minek tegyünk be egy kicsi üzenetet egy nódba, de akkor hova tegyük, készítsünk egy új entity-t, egy konfigent, egyik sem volt valami jó, és akkor mondtam, hogy hát ott van a key value factory, ami egyszerűen egy kulcsot és egy egyszerű kis adatot lement az adatbázisba, és lehet ezt könnyen használni, nem kell sokat írni hozzá. Jó, és akkor most lássuk, az egyik kollégám írta meg ezt az osztályt. Kivettem a kommenteket, hogy lehessen olvasni, és hogy elég nagy legyen a betűméret. Tehát készített egy RSS messages parser-t, ahol volt egy metódusa, hogy execute, és ott szépen fogta magát a key value-t, kivette a függvényen, és akkor volt két metódusa, volt a fetch messages, ami egyszerűen fogja és letölti az RSS üzeneteket, az RSS feed az üzeneteket, és volt egy másik metódus, a decrypt, ami szépen fogja, veszi az összes üzenetet, megfejt, és utána lementi az adatbázisba. Hát, és akkor nézzük meg a következőt. Két függvényt is. Ez a fetch messages, ahol használhat egy külső osztályt, ami letölti. Most már benne van a 8-as dupában is egy plugin, ami tud parszolni RSS-t. És itt van a megfejtő algoritmusa, hát az egyszerűen definiálja az ABC-t, és akkor utána eltolja, létrehoz egy térképet, és veszi sorjába, átváltja a térkép szerint, és joinolja a betűket. Mi a baj ezzel? Hát, elég sok baj volt, hogyha visszagondolunk a solid elvekre, hát igazából egyiket sem tartotta be. És akkor már rákérdeztem, hogy mi van, hogyha az NSA megváltoztatja az URL-t, mert ő beleírt az osztályba, azt jelenti, az egész osztályt megint meg kell változtatni. Mi van, ha megváltozik a titkosítás, mert ő beleírta a titkosítási függvényt az N-3-at, ami azt jelenti, hogy 3-at tolja el. Mi van, hogyha nem RSS feedre szeretnénk az üzeneteket olvasni? Mi van, hogyha mondjuk az arab terroristáknak akarjuk az üzeneteit megfejteni a Twitterről? Mi van, hogyha másféle titkosítást akarnak használni? Itt nagyon sok baj van, és hogyha nem készülünk előre, és nem látjuk előre ezeket a dolgokat, akkor hogyha valamit kell módosítsunk, akkor mindig sokkal nehezebb lesz a módosítás. És akkor azt mondtam, hogy gyertek, próbáljuk lépésről lépésre venni azokat a solidnak az alapelveit, és melyik az első, hát az a Single Responsibility Principle, és elemezzük egy kicsit az osztályt. Hát az RSS Messages Parser három dolgot csinál. Letölti az üzeneteket, megfejti az üzeneteket, és lementi az üzeneteket. És úgy lehet a legjobban rájönni, hogy ha egy osztályunk megsérti a Single Responsibility Principle, hogy megnézzük, hogyha mikor egy mondatban elmondjuk, hogy mit csinál az osztály, vagy az a metódus, ha megtaláljuk az és vagy szavakban a mondatban, akkor azt jelenti, hogy az osztályunk túl sokat tud, és azt szét kell bontsuk. És akkor szétosztjuk külön osztályokra. Az első lépésünk az volt, hogy készítettük
Tessát Cifrer osztályt, ami azt mondtuk, hogy abban fogjuk megfejteni az üzeneteket, és egy RSS message is objektumot, ami az üzeneteket tölti le. És akkor az execute az maradt ugyanúgy, ahogy volt az előbb, csak átváltoztattuk a picikét, hogy azokat az objektumokat használjuk a konstruktorból, és akkor lássuk, hogy és volt ez a három osztály. De még az maradt, hogy a metodusok is mindig egyetlen egy dolgot kellene csinálni csak, és ahogy látjuk, az execute egyből hármat is csinál. Tehát letölti, mert meghívja, és dekriptolja is. És akkor azt mondjuk, hogy gyertek, osszuk fel az execute-ot is, és az execute-ot egyelőre felosztottuk két metodusra. Az egyik, amelyik csak épp letölti az üzeneteket, és akkor aztán van egy másik metodusunk, a parse, ami szépen fogja magát, és megfejti az üzeneteket, és lementi. És akkor így nézett ki az NSA Cipher osztályunk, ami egyetlen egy függvényt tartalmazott, és az volt, hogy megfejti az üzeneteket. Sokkal szemben nézik ki és olvasatul. Volt az RSS parser osztályunk, aminek megint egyetlen egy metodusa volt, ami csak éppen letölti az üzeneteket. És azt kérdeztem tőlük, hogy oké, de mi legyen a következő lépés. De az egyik kollégám azt mondta, hogy hát ott van az az osztály, amelyik megfejti az üzeneteket, az nem jó, mert mi beleírtuk azt a hármast. És akkor próbáljuk meg azt a nyílzárd elv alapján a hármast kivenni. És akkor a konstruktorában az NSA Ciffernek beleírtuk a step egyenlő 3, hogy ne kelljen módosítani utána a meglévő kódot, de ezután az osztályunk nyitott maradt a kiterjesztésre és az árka módosításokra. Az árka módosításokra azt jelenti, hogy nem kell módosítsam mindig az osztályomat, amikor a lépés megváltozik. De kiterjeszthetem a kiter a jövőben. És még mit veszünk akkor részt? Tehát azt vettük észre, hogy ha betettük azt a lépésváltozat a konstruktorba, akkor a mi osztályunk most már egy általános C-zár megfejtő, és ez egy nagyon jó dolog, mert akkor nekünk lett egy absztrakt osztályunk. És akkor az RSS messages egy absztrakt osztályra alapszik, és tudjuk, hogy ez a C-zár nem fog a jövőben megváltozni ez az osztály, a Cipher osztály. És akkor ugyanezt az elvet követtük az RSS messages osztályra, és ott is a konstruktorban kivittük a feednek a címét. És akkor gondolkoztunk, hogy álljunk csak egy kicsit meg, mert mi 8-as drupát használunk. És ha említem, tudjátok, a 7-es drupában volt a variable get és a variable set, és oda tudtunk elmenteni különböző konfigurációkat. Most a 8-as dupában a state-et használjuk, és akkor egyszerűen tudunk írni egy ilyet, hogy container get state, ami megadja nekünk a state objektumot, és le tudjuk kérni, ez az a get ott olyan, mint a variable get dupán 7-ből, get RSS URL, és megadjuk egy default értéket. Csak ezáltal is az open-close principle-t követjük, mert kintről jönnek a konfigurációt. És a következőkben megváltozik a címe a feednek, akkor nem kell megváltoztassuk az osztályt. És itt jött a következő lépés, és ez az, hogy használjuk szerviszeket és dependency injection-t.
van az RSS Messages Parserünk, ami három, aminek kell három dolog, hogy működjön. Kell a key value objektum, ami lementi az adatokat, kell a megfejtő, az a cipher, és kell egy fetcher, ami egyszerűen letölti az üzeneteket. Most, aki belenézett a 8-as dupába, az tudja, hogy ha mi egy új szervizt akarunk deklarálni, akkor elég akar, hogy egy új YAML file elkészítsünk a modulnak a mappájában, modulname.services.iml, és abba beírjuk az összes szervizeinket. Miért a szerviz írjuk? Hát nagyon röviden elmesélném nektek, hogy egy Ruby on Rails alkalmazáson dolgozom, ahol MVC volt ott is a modell, tehát ott modell view controller, és mi a felhasználónak a validálását beleírjuk a modellbe. Most két éve. És közben készítettek egy mobil alkalmazást, ahol a születési dátuma a felhasználónak már nem volt egyáltalán. És nem kérték azt a dátumot. Mi meg a validálás során nem engedtük a mentődőn le a felhasználó, hogyha nem adta meg a születési dátumát. Emiatt mi újra kellett írjuk az egész validálást, mert a mobil alkalmazás nem küldte el a születési dátumot. Azt csináltuk, hogy egyszerűen a validálást kivittük egy új szervizbe, mert akkor az a szerviz csak éppen akkor futott le, amikor a felhasználót a webes alkalmazásról, tehát a browserből készítették el. A szervizek megint azért jók, mert ez a dependency injection-nal azok az objektumok, amik neki szüksége van rá, hogy működjön, azokat a container beilleszti, mikor létrehozza az osztályt, és akkor sokkal tesztelhetőbbek lesznek a szervizek, és tesztelés során egy unit teszt alkalmával megmókolhatjuk azokat a objektumokat, akkor ki tudjuk cserélni azokat az objektumokat akármikor, tehát például dolgozok a MongoDB a verziójában a 8-as dupának, és hogyha nem lettek volna ezek a szervizek, nagyon nehéz lett volna megírni a MongoDB-t, mert egyszerűen ott van a node controllerünk, ami megkapja egy argumentumként a MySQL and storage widget, de hogyha én a MongoDB modulban azt mondom, hogy ne azt küldjed, hanem küldjed a Mongo service, akkor azt küldödik el, és akkor ezután a node storage a Mongo-ba fogja, a Mongo adatbázisba fogja lemetteni az adatokat. Akkor most térjünk vissza a mi feladatunkra. Készítettünk egy szervizt, ami megkapta ezt a három másik szervizt. A key value az a 8-as dupában már alapértelmet megvan írva, és a cipher és a fetcher objektumok, szervizeket azokat nyílóként hoztuk létre. Mint láttuk, mint a cipher, mint a fetcher szervizek, azok nagyon abstraktok, tehát nincsen semmi dependenciájuk, és akkor nem kell semmiféle argumentumot küldeni nekik, és ezáltal most lássuk, hogy néz ki az RSS Messages Parser. A konstruktorban megkapjuk a key value factory-t, a key value factory-t, megkapjuk a fetcher-t és megkapjuk a cipher-t. Ez a container, ami elkészíti a mi szervizünknek az adat. Ez az fog
fogja beilleszteni, elküldeni nekünk. És akkor mi egyszerűen mindegyiknek létrehozunk egy változót, és az execute és a parse metódusunkban ezeket a változatokat tudjuk használni. És akkor az eredmény az lett, hogy mivel nekünk van az a key value factory interface, key value factory, és az kintről jön, ki tudjuk cserélni ezt a key value factory-t, hogy nem MySQL-be, MySQL-be küldje az adatokat, hanem mondjuk MongoDB-be, mert egyszerűen aktiváljuk a MongoDB modult 8-as grupából, az felülírja ezt a key value-t, true service-t az ő saját implementálásával, és akkor mi nem kell módosítsuk a saját kódunkat. Ugyanúgy, hogyha így írtuk meg az egész osztályunkat, akkor készíthetünk egy új fetcher service-t, ami felülírja az alapértelmezett fetchert, amit mi írtunk meg, és akkor lekérhetjük az üzeneteket Twitterről is akár. Mivel a másik osztályunk is mind injektálva van a mi osztályunkban, akkor használhatunk másféle titkosítási algoritmusokat, mint az AES, a DES, meg akármilyen másféle titkosítási algoritmus. Annyit kell csak csináljunk, hogy írunk egy új szerviz, és a meglévő kódot nem fog kelleni módosítani. Mivel az osztályaink nagyon rövidek, tehát itt egyetlen, egy vagy két metódus van benne, a unit teszteket is nagyon könnyen fogunk írni. Amsterdamban végignéztem egy előadást, és ott volt az előadó azt mondta, hogy mikor neki fogunk írni egy unit tesztet, és nehezen megy, akkor az azt jelenti, hogy a kód, amit írtunk, az nincs jól megírva. És ezért kell mi mindig arra törekedjünk, hogy a unit tesztek az így egyből működjenek, és egyből írhatóak legyenek. És ne kell azon gondolkodnunk, hogy vajon, hogy is oldjam ezt meg. Hát kb. Ennyi volt az előadás. Amit még el tudnék mondani, az az, hogy sajnos a 8-as grupál nem igazán követi ezeket a szolid elveket. Nagyon sok helyen, például Szegeden azon dolgoztam Csíkszel, hogy írjuk át a Drupal port, hogy például működjön a dependency injection, mert nem működött rendesen. Egyszerűen itt, amikor kellett volna küldeni például egy interfészt, az interfész helyett azt írták, hogy magát az osztályt, de hogyha én mondjuk oda azt írnám csak, hogy key value factory, akkor egy következő modul, ami ki szeretné cserélni azt a szerviszt, nem tudná. És ilyen dolgok vannak a 8-as grupában, most már ezek nagyjából megoldottak, még mindig vannak, vagy 5 vagy 6 hely, a múlt héten néztem, ahol problémás, de többnyire tesztekben. És a legeslegnagyobb probléma szerintem az az, hogy a Single Responsibility Principle az nincsen betartva a 8-as grupának a kórjában. Ami azt jelenti, hogy vannak osztályok, amik 3-4 dolgot tesznek, vannak metodusok, amik meg sokkal több dolgot tennének, mint amiket csak egy dolgot tennének. És ez arra fog vezetni, hogy a következő verzióban a grupának, hogyha valamit ki akarom cserélni,
akkor módosítjuk azt az osztályt, mindenkinek, aki azt az osztályt használja, majd dolga lesz utána. Mert az egyik példa erre az a Entity Builder, ami a 8-as korban van benne, foglalkozik az Entity Field Definition-okkal, foglalkozik a még vagy két dolog a mellette, és hogyha én jövőben majd azt a, ki akarunk terjeszteni azt az osztályt, de csak az egyik dolgot akarunk terjeszteni, az osztályon meg fog változni, én is meg kell majd változtassam a saját osztályomat, mert három különböző dolog van. Köszönöm szépen, remélem, hogy érthető volt, egy kicsit szerintem több technikai ismeretet követelt, mint az előbbi előadások. És most várom a kérdéseket. Igen? Van előadás a kutár volt után, ahol irányuló szülő legyen a kutár? Látszerre. Ha nem is mindegyik elvet, de már megpróbálták a lehető legtöbbet átírni, és ez nincsen így kijelentve, hogy oké, a következő verzió 8.1-es a Drupalnak a solid lesz, hanem amiatt lesz solid, mert mindenki megpróbál írni rá hozzá egy contrib modult, és rájön, hogy nagyon nehezen tudja megváltoztatni az alap értelmezett dolgokat a Drupalban. Mert hogyha nem, tegyük fel, hogy van nekünk egy osztályunk a Drupalban, ami a kommentekkel foglalkozik. És hogyha az bele van írva a Node-nak az osztályába, akkor egy contrib modul azt az egész osztályt felül kell írja, ami nem jó dolog. És akkor mikor neki fognak az emberek dolgozni a saját contrib moduljaikon, akkor jönnek rá, hogy kell módosítani a port is. Így vannak ezzel a MongoDB modulnak a fejlesztői, így vannak ezzel az ECK-nak a fejlesztői, meg még tudnám sorolni többet is. Vagy a média modul is, ott is problémák voltak ezzel, hogy vissza kellett térjenek a porthoz, és mondjuk az initstyle modult ott egy kicsit azon dolgozni, hogy azt tudják a média modulban rendesen használni. Ja, még szeretnék valamit mondani. Mondtam az elején, hogy Kolozsvárba jövök. Jövő év, március 16-án Kolozsváron lesz a Drupal Camp, a romániai Drupal Camp. Szeretettel várom mindenkit, én vagyok az egyik szervezője. Tudni kell róla, hogy angol nyelven lesznek a bemutatók, és elég nagy magyar közösség is van, és magyar Drupal fejlesztők elég sokan vannak Kolozsváron, meg Marosvásárhelyről is jönnek. És aki szeretné látni mondjuk, hogy milyen a március 15-i megemlékezés Kolozsváron, az azt is megteheti, mert épp akkor lesz a Drupal. Köszönöm szépen!